Mandátumátadás. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorának külön kiadását látják 2022. április 25-én 18 óra 5 perckor. Az áprilisi országgyűlési választásokon Jász-Nagykun Szolnok megye 3-as számú választókerületében F. Kovács Sándor Fidesz-KDNP szerezte meg a szavazatok többségét, így a következő 4 évben is ő képviselheti a térségben élőket a parlamentben. Csütörtökön ünnepélyes keretek között a Karcagi Városháza dísztermében dr. Zsembeli József, a helyi választási bizottság elnöke ismertette az április 3-ai választások eredményét. Az Országgyűlés Egyéni Választókerületi Választási Bizottság működése során 6 ülést tartott, melyeken összesen 22 határozatot és 3 jegyzőkönyvbe foglalt döntést hozott. A választási bizottság 5 fő országgyűlési képviselőjelöltet vett nyilvántartásba. 1 fő országgyűlési képviselőjelölt nyilvántartásba vétele került pedig elutasításra. Az egyik jelölt nyilvántartásba vétele tárgyában meghozott határozat ellen fellebbezés érkezett a választási bizottsághoz. A fellebbezés felterjesztése került a területi választási bizottsághoz, amely a választási bizottságunk határozatát helyben hagyta. A bizottság az ajánló ívek átadására vonatkozó törvényi kötelezettség megszegése miatt 4 jelölő szervezetet kötelezett bírság megfizetésére összesen 117.000 forint összegben. A választási eljárás időtartalmat 4 kifogás érkezett a bizottsághoz, a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozva. A választási bizottság egy kifogásnak helyt adott, további egy kifogást érdemi vizsgálat nélkül elutasított, 2 további kifogás esetében a bizottság elnöke megállapította, hogy a bizottság nem rendelkezik a kifogás elbírálására hatáskörrel és illetékességgel, ezért a bizottság által ráruházott hatáskörénél fogva ezeket a beadványokat áttette az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Nemzeti Választási Bizottsághoz. Érkezett továbbá 1 panaszbeadvány is, mert szintén hatáskör és illetékesség hiányában a bizottság elnöke áttett a karcagi rendőrkapitánysághoz. A Jász-Nagykun Szolnok megyei 3-as számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzőkönyvei alapján összesítette a szavazatokat és megállapította a 2022. április 3-ai országgyűlési képviselő választások egyéni választókerületi választási eredményét, amelyet jegyzőkönyvben rögzített és közzétett. Bejelentem, hogy a Jász-Nagykun Szolnok megyei 3-as számú országgyűlési egyéni választókerületben a választás törvényesen és eredményesen zajlott le. Ezúton is köszönöm Rózsa Sándor jegyző úrnak, mint az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda vezetőjének és a Választási Iroda valamennyi munkatársának, kiemelten dr. Kapitány Csillának, a választás sikeres és zökkenőmentes lebonyolítása érdekében végzett szakszerű munkájukat. A választókerület 92 darab szavazóköri jegyzőkönyv adatjának összesítése a következő. A 4 jegyzékben és a mozgó urnát igénylő választópolgárok jegyzékében lévő választópolgárok száma 73.156 fő. Átjelentkezett választópolgárok száma 1.660 fő. A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 295 fő. Így a választópolgárok száma összesen 75.111 fő. A szavazókörökben megjelent választópolgárok száma 45.612 fő. Átjelentkezéssel és külképviseleten szavazók beérkezett borítékjainak a száma 1805 darab. Tehát a szavazó választópolgárok száma összesen 47.417 fő. Urnában és beérkezett borítékban levő lebélyegzett szavazólapok száma 47.362 darab. Érvénytelen szavazólapok száma 710 darab. Érvényes szavazólapok száma 46.652 darab. Ezek alapján ismertetem az érvényes szavazatok számát jelöltenként.
F. Kovács Sándor, jelölő szervezetei Fidesz Magyar Polgári Szövetség Keresztény Demokrata Néppárt, 29.923 szavazat. Halmi Bálint Ferenc. Halmi Bálint Ferenc, Megoldásmozgalom, 468 szavazat. Dr. Lukács László György, Demokratikus Koalíció Jobbik Magyarországért Mozgalom, Momentum Mozgalom, Magyar Szocialista Párt, LMP Magyarország Zöld Pártja, Párbeszéd Magyarországért Párt, 13.614 szavazat. Somlai Róbert, Mi Hazánk Mozgalom, 2.426 szavazat. Nagy József, Magyar Munkáspárt, Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom, 221 szavazat. Ezek alapján a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületben megválasztott országgyűlési képviselő F. Kovács Sándor, Fidesz Magyarország Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt, az érvényes szavazatok aránya 64,14%. Az eredmények közlése után átadta a megbízó levelet F. Kovács Sándornak. Tisztelt országgyűlési képviselő úr, főjegyző asszony, jegyző úr, elnök úr, Választási Bizottság vezető úr, tisztelt hölgyeim és uraim, én mindig tudtam, hogy nehéz lesz. 24 esztendővel ezelőtt, amikor először tettem önkormányzati esküt ezek között a falak között, akkor úgy gondoltam, hogy az emberrel nem történhet nagyobb és szebb dolog, mint hogy saját közössége mandátumot ad, pontosabban megbízza őt. Megbízza őt azzal, hogy képviselje a közösséget. Képviselje azt a közösséget, ahol felnőtt, ahol szülei, nagyszülei felnőttek. Azt a közösséget, amely jól ismeri őt minden erényével és minden talán sokkal több hibájával együtt. Mégis ez a közösség úgy dönt, hogy megbíz egy embert, megbíz a közösség érdekeinek képviseletével. És csodálkoztam akkor, 1998-ban, hogy vannak emberek, akik nem csak egy városrész képviseletével vannak megbízva, hanem egy egész választókerület, akár egy egész ország. És joggal felnéztem ezekre az emberekre, hiszen olyan emberek képviselték ezt a választókerületet, akik példát, mértéket és irányt tudtak mutatni mindannyiunknak. Hiszen ennek a választókerületnek előttem voltak olyan képviselői, akik mindig példaképeim lesznek. Ilyen volt Varga Mihály pénzügyminiszter úr, aki több cikluson keresztül ennek a választókerületnek országgyűlési képviselője volt. És hogyha az ő munkáját nézem, akkor mindig meg kell állapítanom, hogy bőven van még mit tanulni, van még hova fejlődni. Mert minden egyes évben, minden egyes hónapban újat és jobbat mutat. És itt volt ennek a városnak a polgármestere, dr. Fazekas Sándor, aki szintén országgyűlési képviselő volt abban az időszakban, amikor én önkormányzati képviselő lettem. És ő is, mint polgármester, egy határozott, jó irányba mutató, a várost szerető és a várost fejlesztő polgármester volt, emellett országgyűlési képviselőként is országos ügyek szószólója és országos ügyek megoldója volt. Majd 2014 és 2018 között ennek a körzetnek az országgyűlési képviselője. Az ő példája, az ő iránymutatása, az ő politikai szerepvállalása mindig a szemem előtt van, és mértéket és mércét ad. Tehát tudtam, hogy nehéz lesz. Tudtam, hogy nehéz lesz ez a munka, hiszen egy olyan közösségnek a megbízását veszem most át, vettem át, amely ismer. Hiszen ebben a közösségben
vannak tanáraim, szomszédok, gyerekkori ismerősök, rokonok, barátok, munkatársak. És mondhatjuk azt, hogy saját hazájában nem lehet senki próféta. De annál nagyobb megtiszteltetés, hogy az ember saját közösségének lehet a szószólója, ennél nagyobb dolog, azt gondolom, nincs a világon. Én köszönöm mindenkinek azt a bizalmat, amivel most megbíznak. Azt a feladatot, amit megkaptam, hiszen az ember nem választást nyert, nem mandátumot nyert, hanem feladatot. Azt a feladatot, amely nagyon nehéz, amelynek súlyát ebben a pillanatban is érzem. És talán az embernek rossz napjaiban megvannak a kétségei. Jól csinálom? Megfelelően csinálom? Hiszen ezt a feladatot nem lehet csak csinálni. Ezt a munkát nem lehet csak immelámmal végezni. Ezt a feladatot jól, vagy annál jobban kitűnően kell végezni. És az embernek megvannak a kétségei, hogy jól tudja ezt a feladatot végezni. És amikor jönnek a kétségek, akkor körbenézek, és azt látom, hogy jól fogjuk tudni ezt a feladatot végezni. Mert közösen végezzük ezt a munkát, közösen kormányozzuk ennek a térségnek a sorsát. És közösen kormányozzuk, hiszen az ember a választások után tudja, hogy csak egy kicsi része a választási győzelemben a mandátumnak az ő szerepe. Bár lehet, hogy az ő arcképét tették fel a plakátokra, de egy kicsi része a munkának, a sikernek csak az övé. Mert a munkából és a sikerből közösen vesszük ki a részünket. Közösen a kormánnyal, közösen minden magyar nemzethez tartozó polgárral, minden magyarral, ilyen bárhol a nagyvilágban. És abban bízom, hogy ezt a munkát közösen fogjuk folytatni. Hiszen azok a képviselők, akik elindultak ezen a választáson, bármennyi szavazatot kaptak, bármilyen eredményt értek el, ezt a munkát közösen kell végezni. Tudom, hogy a feladat és a felelősség engem terhel jobban. De mindenkit arra kérek, hogy amikor a választásnak vége, ezt a munkát közösen folytassuk. Közösen végezzük, és azt is tudom, hogy a kudarc enyém lesz, de a siker, amit közösen érünk el, mindannyiunké. Még egyszer köszönöm szépen a bizalmat, köszönöm szépen azt a feladatot, amit a vállamra helyeztek. Én igyekezlek ennek a feladatnak, ennek a hatalmas megtiszteltetésnek és hatalmas tehernek minden porcikámmal, minden gondolatommal megfelelni. Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok! Az ünnepségen részt vett dr. Fazekas Sándor földügyi kormánybiztos, országgyűlési képviselő, Huba Imre, a megyei közgyűlés elnöke, Rencné, dr. Bezdán Edit, címzetes főjegyző, valamint a választókerület polgármesterei, jegyzői, a járási hivatalok vezetői is itt voltak. A mandátum átadási ünnepi műsorban közreműködött a karcagi polgármesteri hivatal kórusa Plósz Csilla vezetésével és a Kályami Erkel Ferenc Alafokú Művészeti Iskola tanárai és diákjai. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!